A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a német kormány két éves teljesítményéről hallhattak előadást azok, akik ellátogattak a Matthias Corvinus kollégium legutóbbi rendezvényére. A köztérben ezt az előadást hallgathatják meg, számítunk figyelmükre. Két éve felállt Németországban egy új kormánykoalíció. Tudják, hogy Angela Merkel 16 évig volt német kancellár 2005 és 2021 között. És aztán 21-ben végül is volt akkor egy parlamenti választás, erről bizonyára hallottak, szerveztünk is egy választási estét az MCC-ben, és hát Németország egy kicsit megváltozott. Angela Merkel pártja, a Kereszténydemokrata Unió csúnyán kikapott, történelmének során a legrosszabb eredményét érte el, 24,1%-kal. Látják is, az ország már nem olyan fekete, mint régebben volt. Ugye már csak Dél-Németország, meg Nyugat-Németország egyes részei, keleten egy-kettő hely fekete, ezek most a választókörzetek. A ország vörösbe borult, de a szociáldemokraták, akik 25,7%-kal első helyen szerepeltek 2021. szeptemberében, hát ők se nyertek nagyot, ezt talán mindig el kell mondani. Olaf Scholzék nem nyertek nagyot, hanem egyszerűen a CDU sokkal csúnyában veszített, mint a szociáldemokraták. A szociáldemokratáknak ez a történelmük során harmadik legrosszabb eredménye volt, a CDU-nak, a kereszténydemokratáknak a történelmük legrosszabb eredménye, aztán még a 25% is elég volt, hogy kormányozzanak. Németországban tudni kell, hogy egy nem többségi rendszer van, hanem gyakorlatilag egy proporcionális választási rendszer, az arányos, teljesen arányos választási rendszer, és aztán koalíciós társakkal együtt a vörös szociáldemokrata párt, a zöld párt 14,8% és a 11,5%-os szabaddemokrata párt kormányzott együtt. Lényeges talán kiemelni, hogy Magyarországon, ha most végig gondolják, 25%-kal valószínűleg az ellenzék is boldog lenne, de valószínűleg nem tudna kormányt alakítani. Szóval teljesen más rendszer van Németországban. Ugye mindig meg kell értenünk, hogy magyar szempontból nézve teljesen fura, és nekünk is meg kell tudni érteni, hogy a németek a saját kis politika rendszerükből vizsgálják Magyarországot, akkor számukra is Magyarország valamilyen módon fura. Én nem mondanám, hogy egyik jobb vagy a másik rosszabb, vagy nem is akarom összehasonlítani, de egyszerűen más. És tudni kell, hogy amikor mi Németországra nézünk, nagyon gyakran az a elképzésünk, hát ezt miért nem csinálja meg az Olaf Scholz, és miért nem dönti el az Angela Merkel. Nagyon gyakran úgy van ez, hogy nem tudják eldönteni, mert koalíciós kényszerben vannak, nagyon gyakran a szövetségi második kamara beleszól a döntésekbe, ugyanis a tartományok alkotják a második kamarát, és a tartományokban, ugye 16 tartományban mindenféle különböző kormánykoalíció működik, így aztán nagyon nehéz a döntéshozatal, és olyan szavak vannak a németben, Magyarországon ki kellett találnunk, közvetítőbizottság, beadványjavasló bizottság, ilyen kompromisszum, olyan ügyvitel, olyan menetrend, ami magyarok számára teljesen ismeretlen. Szóval nagyon nehéz a kormányzás, és első ízben volt egy olyan kormány, ami tényleg három pártból állt össze. Ha most a CDU-CSU-t úgymond, akik elvileg külön pártok, nem számítjuk kettő pártnak, akkor ez volt az első három színezetű kormánykoalíció, ugye vörös, zöld, sárga. És hát ez a közlekedési lámpakoalíció, hogy nevezni szoktuk, ez igazándiból mit akart csinálni, és hogy áll a mai napon, mit tudott megvalósítani, hol vannak problémák, hol vannak kihívások. Ők alapvetően így nevezték ezt, bátorság a további erőrelépéshez, szövetség a szabadságért, igazságért és fenntarthatóságért. Ők egy nagyon progresszív, baloldali, balliberális agendát tűztek ki. Mindjárt ezt be is mutatom, hogy miben jelenik ez meg. De nagy elánnal, ambícióval indultak neki, ez egy szokatlan helyzet volt két évvel ezelőtt. Ugye, hogy a liberális párttal közösen alkotnak a vörösek meg a zöldek egy kormánykoalíciót. Régebben volt már vörös-zöld koalíció Gerhard Schröder alatt 98 és 2005 között, de ez egy egészen új helyzet volt, hogy most a zöldek is, meg a szabaddemokraták is együtt kormányoznak. A szabaddemokraták, akik egyébként sokáig úgy definiálták magukat, hogy ők egy polgári liberális párt, ők nem olyan szabaddemokraták, mint Magyarországon az SZDSZ volt, hanem ők inkább egy kicsit konzervatívabb, jobboldalibb polgári liberális pártként definálták magukat.
Talán itt még az erőviszonyokról, most ez annyira nem releváns, hogy hány mandátuma van, de látszik, hogy ugye a szociálok a legerősebbek, és a zöldek egy kicsit erősebbek a szabaddemokratáknál. Ennek a tekintetben van relevanciája, hogy tudni kell, hogy a német parlamentben már 2021-ben is egy jobboldali többség volt. Ha megnézzük ezeket a pártokat, AfD, CDU-CSU, FDP, ők együtt tudtak volna kormányozni, de nem akartak. Így aztán az FDP a baloldallal alkotott kormányt. Most itt talán nem szeretném ezt idézni, mert szerintem ez nem lehet megtanulni, a munkatársaim se tudják, én is nagyon nehezen. Ezek a különböző kormánykoalíciók a közömbölő tartományokban. Hát ember legyen a lábán, aki ezt megjegyzi, hogy hol mi van. Gyakorlatilag mindenhol mindenféle más kormánykoalíció van, és gyakorlatilag német politikus sem tudja pontosan megmondani, hogy most éppen hol ki kormányoz. Gyakorlatilag mindenki mindenkivel, ezt talán meg lehet így jegyezni. Kivéve egyetlen egy párt van, aki sehol se kormányoz, az az AfD, az Alternative für Deutschland, róluk még fogok egy pár szót mondani. Őket kintartják, nem szólhatnak bele, nem kerülnek a húsos fazékhoz, és teljes mértékben a diskurzuson és a politikai döntéshozatalon kívül esnek, hogy ezek az okok, ezek mennyire mérvadóak, vagy mennyire tarthatóak, azt talán még kicsit később kibontom. Annyit kell viszont még tudni, ez talán érdekes, hogy tudják, a jelzőlámpa koalíciónak a tartományok alkotta második kamarában nincsen többsége. Azaz mindig valaki mással, általában kereszténydemokratákkal, mindig valaki mással kell többséget keresni. Négy tartományban van saját többségük, az összes többiben mindenféle ellenzéki párttal kormányoznak, kivéve AfD. Így aztán folyamatos a kompromisszumkényszer, folyamatos a kölcsönös ide-oda, csiki-csuki, szóval nem lehet egyértelműen kormányozni Németországban. Amikor ugye két éve megjött a választási eredmény, akkor nem volt egyértelmű, hogy akár a CDU nem kormányozhatott volna tovább. Az se volt egyértelmű, hogy a zöldek, még az FDP nem a CDU-val kormányoz. Egyetlen egy olyan tartomány van Németországban, ahol kizárólag olyan pártok alkotnak kormányt, adják a kormányt, akik nem kormányoznak szövetségi szinten, azaz teljes mértékben ellenzékben vannak, ez Bajorország. Ugye talán Markus Söder miniszterelnök mondani önnek valamit, Bajorországban a CSU, meg a Szabad Választók, az egy jobboldali polgári formáció, ők alkotnak egy kormányt, és ők azok, akik nagyon karakánan felszólalnak a szövetségi jelzőlámpa koalíció politikája ellen. Talán így látják nagyjából, hogy a miniszterelnökök milyen pártoktól vannak. A vörösek a szociáldemokrata miniszterelnökök, a feketék öten vannak a CDU-sak, egy CSU-s miniszterelnök, Bajor, Markus Söder, és egy zöld miniszterelnöke van Baden-Württembergnek, és egy posztkommunista, volt kommunista balpárti miniszterelnöke van Türingiának, és talán egyeseket meglep, de a türingiai posztkommunista miniszterelnököt a CDU szavazatokkal szavazták meg. Ennyit egyébként a koalíciós aritmetikáról és a koalíciós együttműködési kényszerről, hogy a CDU végén még egy kommunista miniszterelnököt is támogat. Na, hát a szövetségi tanács, ezt már tényleg nem mélyítem, ugye itt látszik megint, hogy gyakorlatilag szivárvány viszonyok vannak Németországban, lehetetlen itt egy politikai konszenzus találni, nagyon nehéz, ezt nem is akarom itt mélyíteni. És ugye, amit említettem, az Alternative für Deutschland sehol se kormányoz, őket szisztematikusan kintartják. A Bundestagban megillető, az AfD-t megillető alelnöki pozíciót nem kapták meg, a tartományi parlamentekben általában az alelnöki pozíciókat nem kapják meg. Most hozott az összes többi párt egy olyan törvényt, hogy a AfD párt alapítványa nem kapott pénzt, az AfD-t lehet, hogy be is tiltják, a pártfinanszírozástól meg akarják vonni mindezt a demokrácia védelme jegyében, megjegyezném, a párt 20%-on áll, keleten 35%-on. Most gondolják meg, mi történik, hogyha Magyarországon ugye a legnagyobb ellenzéki párt nem kap nagy fityinget se. Nagy felháborodás lenne szerintem Európa szerte. Joggal. Jó, ezt most itt átlépjük, és akkor rátérnék arra, hogy a német szövetségi kormány gyakorlatilag milyen politikát tűzött ki az ászlajára, és mit tudott ebből megvalósítani, és milyen társadalmi potenciállal rendelkezik. Gyakorlatilag annyit talán el kellene mondani, hogy megvizsgálták a közben kutatók, hogy milyen mértékben tudta a koalíció a saját ígéreteit úgymond a fél időbe elérni. Hát nagyon vegyes a kép, egyes 31% véli úgy, hogy teljesítették a követeléseket, az elvárásokat, nagyobb rész úgy véli, hogy nem. Ha összehasonlítjuk az előző koalíció félidős egyenlegét, ott már gyakorlatilag a fele úgy látta, hogy sikerült, azaz itt is nagyon rosszul szerepel a közlekedési lámpa koalíció.
És ugye hogy érzik az emberek, hogy általánosan sikerült-e ezt a koalíciót jól eddig, sikerült a koalíciónak jól kormányozni Németországot, és mennyire elégedettek, és egyébként látszik, hogy a társadalom nem elégedett a kormánykoalícióval. Ugye a zöldeknél még egy minimális pluszszám van, és a szociáldemokratáknál, de már látszik itt, hogy összességében a németek 76%-a elégedetlen, 23%-a véli úgy, hogy jó munkát végez a kormány, azaz így most fél éves eredménynek, vagy fél idős eredménynek, ez eléggé tragikus. Szóval 23% tartja jónak, 76 rossznak, és látszik, hogy a legelégedetlenebbek az AfD-t támogatók, ők 95%-ban úgy vélik, hogy a kormány nem végez jó munkát, és ennek van nagyon sok oka, ezeket majd meg szeretném világítani. Fontos kérdéskör természetesen a két éve tartó háború. Itt nagyon vegyes megítélése van ennek a háborúnak Németországban. Talán annyit el kell mondani, hogy ez nagyon lényeges a helyzet megértésére, hogy a német politika diskurzusokat úgy kell valahogy elképzelni, hogy van egy nagyon nagy, masszív vélemény a középen, és ez úgymond ez egy nagy diskurzus felület, és innen eltérő vélemények nagyon nehezen tudja értelmezni a közvélemény, nagyon nehezen tudnak ezek az eltérő vélemények, hogy is mondjam, nagyon nehezen tudja a német közvélemény ezeket az eltérő véleményeket kezelni, és nagyon gyorsan, ha az ember valami más fogalmaz meg, mint egyébként mindenki más, nagyon gyorsan kikerül ebből a diskurzus térből, ezt úgy nevezik egyébként diskurzus szűkület, és a kormány gyakorlatilag az ukrajna politika összes döntésével kapcsolatosan erre a jelenség, ezt a jelenséget nagyon szépen ki lehet bontani, ki lehet ezt boncolgatni, ugyanis teljesen egyértelmű volt a németek számára, senki se kérdőjelezte ezt meg az elején, hogy gyakorlatilag az orosz-ukrán konfliktus területén nyilvánvalóan Ukrajna mellett kell állni, de ezt olyan nagy vehemenciával tették, és olyan meggyőződésre tették, hogy minden más eltérő vélemény nem volt megengedett. Azaz nagyon nehéz volt ez ellen felszólalni, és főleg, meglepő, de főleg a zöldek voltak azok, akik a legharciasabban követelték a fegyvereket. A zöldek voltak azok, akik nagyon azon az állásponton voltak, hogy minél több fegyver, annál jobb, és annál gyorsabban meg lehet verni az oroszokat. Egyébként a CDU-ban is sokan így látják ezt. És akkor már csak egy zárójeles megjegyzés, hogy most ilyen körülmények között tessék el gondolni, hogy milyen nehéz a mi munkánk, zárójeles bejegyzés vége. És ez a nagy vélekedés Oroszországot illetően, és egyébként Ukrajna politikát illetően, ez a német kormányban, a vezető ellenzéki párban, a CDU-CSU-ban teljesen megjelenik, és az ellene talán egy kicsit differenciáltabb véleményt megütő hangokat alapvetően nagyon jó, gyorsan a szélső jobboldali vagy szélső baloldali sarokba állítatja be a német politikai mainstream, a média és a politikai mainstream, holott a németek, és szerintem erre vannak felmérések, a németeknek egy jó nagy százalék aránya úgy látja, hogy ez így nem jó, ahogy ez így van, és valamilyen módon ennek háborúnak véget kellene vetni, és kettő év után jogos az a kérdés, hogy minden, amit eddig így történt, ez így jó volt-e, és bizonyára sokan nagyon szkeptikusak ezzel kapcsolatosan. Talán el kéne mondani, hogy milyen módon támogatja Németország Ukrajnát, és ugye fontos ismérv, hogy az Európai Uniós országok közül ez az első helyen áll a Ukrajna közvetlen támogatásával. Ugye nagyon sok katonai támogatás, ez itt a vörös, nagyon sok humanitér támogatás, és akár anyagi támogatás is, ez a kék jelenik meg, és látják, hogy összességében a USA után egyből Németország következik. Ez az arány, ez valószínűleg tovább fog változni, és tovább fog növekedni Németország számaránya, mert tudjuk ugye, hogy USA-ban a ukrajna segítségeket most blokkolják, és nagyon gyorsan előfordulhat, hogy Németországban még több támogatás megy Ukrajna irányában. Ez természetesen elsősorban anyagi támogatás, katonai támogatás, Németország nagyon sok hadieszköz szállít, és természetesen nagyon sok menekültet felvet Németország, ezt se felejtsük el, és az ukrajna háború áráról beszélünk, akkor egy fontos ismérv, és most itt kicsit a lakosságról is kell beszélni, hogy Németországban nagyon drága az energia, nagyon magasak az energiárak, olyan, hogy rezsicsökkentés csak nagyon későn lett bevezetve, az se olyan mértékben, mint idehaza. Az átlagos német háztartásnak nagyon sok többletköltsége van, az ők már nagyon sokat fizetnek már eddig is, plusz ugye menekültek, ami durván egy 20-25 milliárd euró éves szinten, az nagyon-nagyon sok pénz. Talán a Ukrajnával kapcsolatosan közvetlen kutatásokról talán egy fontos dolgot mondanék, hogy hogy ítélik meg a németek a tankok szállítását, ott még egy enyhe többség a tankok szállítása mellett foglalás, 62%, de már ott is 35% úgy véli, hogy ez nem egy jó döntés, és a
repülőgépek, harci repülőgépek területén egyesen 60% látja úgy, hogy ez nem egy jó dolog, csak 31% támogatja a repülőgépek szállítását. És a nagy fontos kérdés, hogy igazán ma mit jelent az, ha tankokat szállítanak Ukrajnába? Milyen hatása lesz ezzel? Ugye 29% úgy véli, hogy ennek nincsen hatása, tök mindegy. 23% véli úgy, ezek a zöldeknek a törzsszavazói, plusz még egy pár, hogy ez nagyon jó, mert rövidebb lesz a háború, ukránok nyernek. És azért a német társadalom javarészt 38%-ban, nagy szám, úgy látja, hogy meghosszabbítja a háborút. Az a németek is, több német gondolja úgy, hogy tovább tart a háború, ha mennek a hadieszközök, mint egyébként nem. És ez szerintem nagyon beszédes adat, szerintem nálunk is többségben vannak azok, akik attól tartanak, a háború meghosszabbodik. Talán még egy utolsó szlájd a német pártoknak a preferenciát illetően, hogy ugye a békepolitikáról szóló vélemények, hogy gondolják azt, hogy milyen, mi lenne kívánatos a háború kimenetelénél, ki nyerjen, mi történjen, hogy Oroszország nyerjen, ezt nagyon kevesen mondják. Érdekes módon az AfD szavazóknak 15%-a úgy véli, hogy jó lenne, ha Oroszország nyerne. Ukrajna nyerjen NATO katonákkal. Itt érdekes módon a liberális párt nagyon támogatja ezt a forgatókönyvet. És gyakorlatilag Ukrajna katonai, Ukrajna gyakorlatilag harctéren történő nyereségét szeretné gyakorlatilag 25-28% itt a kormánypárt, meg a CDU-CSU-nál, és viszont itt látszik egy masszív kisebbség, a balpárt, meg az AfD, és igazándiból diplomatikus, diplomáció úton történt vége, a háborúnak a diplomáciával történő befejezése, ott nagyjából nagy többség látja ezt így. Azaz még a kormánypártok a CDU-nál is, a szavazóknál is több mint a fele úgy látja, vagy majdnem a fele egyeseknél, hogy mindenképpen diplomáciai eszközökkel kell véget vetni a háborúnak, és főleg a balpárt meg az AfD az, akik ezt így látják. És összesen a lakosság 53%-a gondolja úgy, hogy diplomáciai eszközökkel kell véget vetni. Itt most rátérek arra, amit az elején mondtam, annyira nem különbözik ez egyébként a lakosság véleménye, a magyar lakosság véleményétől. Itt szerintem egy kicsit magasabb lenne a magyar számarány, de németek összességében nem olyan, szóval nem egy teljesen vad gondolatnak a támogatói, hanem szerintem teljesen normálisan látják ezt, józanul látják a helyzetet. A kormány az, aki teljes erővel más agendát visz. Itt van egy első nagy olyan pont, ahol a kormányzati politika nem teljesen fedi le a lakosság véleményét. Ez most egy kicsit talán igen, ez lenne talán fontos. A háborúnak a közvetett körülmények között tartozik ugye nem csak a menekültek ellátása, a harci eszközök szállítása, Ukrajna anyagi támogatása, hanem a lakosság által fizetendő magas energiárak. Itt behoztam önöknek a energiárakat, most a pontos számot nem látom, de Németország viszonylag elő van, és itt van Magyarország. Csak hogy lássák egy kicsit, hogy milyen dimenziókban mozgunk. Igen. Még az ukrajnai háború kitörése előtt volt Németországban egy nagyon fontos döntés, még Merkel kormány alatt, még egy polgári kormány alatt, és megszüntették az atomerőműveknek a használatát, erről bizonyára önök is hallottak. Ez egy nagyon vitatott döntés volt, a fukushimai 2011 márciusi fukushimai atomkatasztrófa után, szökőár után, ahol Japánban ugye voltak áldozatok, Németország úgy döntött, hogy ki kell szállni az atomból, nagyon gyorsan, és ez nagyon meglepő volt sokak számára, ugyanis pont Merkel asszony még azzal kampányolt fél évvel ezelőtt, hogy meg kell hosszabbítani az atomerőknek a futamidejét. Kormányra került, meghosszabbította a futamidőt, és fél évvel belül gyakorlatilag megváltoztatta az álláspontját egy aktuális politikának megfelelően, ugyanis tartományi választások voltak körülbelül Baden-Württembergben, ahol attól tartottak, hogy a zöldek előre törnek, azaz hoztak egy energiapolitikai fordulatot, amiről azt remélték, hogy a zöldek talán akkor mégse fognak annyira megerősödni, pont az ellentét következett be, a zöldek még erősebbek lettek, a CDU teljes mértékben kiszállt a hatalomból, és zöld miniszterelnöke lett ennek a konzervatív dél-német tartománynak. A német kormány nem változtatott ezen, azaz a jelenlegi jelzőlámpa koalíció nem írta felül ezt a döntést, miért is tette volna, ők anti-atom mozgalomból nőtték ki magukat, volt még egy némi vita a zöldek meg a szabaddemokraták között, de ezt a dolgot is hagyták egyszerűen futni. 2023. április 15-én az utolsó három atomerőművet kikapcsol Németország, azóta a széntermelés nagyon intenzív lett, a CO2 célok elérésétől Németország nagyon messze van, energiapolitika fordulat, a zöld energia, a zöld átállás lassan megy, drága is, nem megbízható,
és a megbízható tananyagöveket Németország feladta. Egy óriási konfliktusba keveredett Európa összes többi országával, Franciaországgal, etc. És ez valahogy meg kell érteni, hogy bár a realitás felül kellett volna, hogy írja az ideológiát, de nem így történt. Az ideológia alapon meghozott anti-atom döntéshez ragaszkodtak a zöldek, és főleg ők voltak azok, akik ezt élet-halál kérdésként mutatták be. Az ukrajna politika, energiapolitika. És Németországban egyébként nagyon régóta, évtizedek át egy stabil többsége volt, egy nagyon enyhe 50%-os többsége volt az anti-atom gondolatnak. Azaz a németek többségében elutasították az atomot, és ez 22. februári óta megváltozott. Még a zöld párt szavazói is többségében támogatják az atomerőművek meghosszabbítását. A többi párt még intenzívebben, a többi párt szavazói még jobban, az AfD teljesen atompárti, a CDU-CSU is, az FDP is egyébként, csak a CDU abban a helyzetben van, hogy neki most szakmailag fel kell-e szólalni az atomenergia mellett, de ő maguk hozták még azt a döntést, hogy kivezetik az atomenergiaműveket. Azaz gyakorlatilag egy strukturális, egy tartalmi csapdában vannak, és olyan döntést kellene most kritizálniuk, amit maguk hoztak. És nem csak szakmailag vannak, tartalmilag vannak egy csapdában, strukturálisan csapdában a CDU, előbb bemutattam, hogy gyakorlatilag mindenhol a kormány az a baloldali pártokkal teszi ezt, és így nagyon nehéz igazi ellenzék lenni. És igen, így bemutattam, hogy az atomról szóló vélemények, hát ugye 60% rossznak tartotta, hogy ezt most megszüntették, 30% helyeseli. Látszik, hogy van egy generációs megosztottság, a nagyon fiatalok inkább ellenzik az atomot, az idősebbek támogatják. Németország gazdasági fejlődése, hát nem túl jól nézünk ki, ez nem, de mennyire aktuálisak ezek az adatok, de 0,3% mínusz volt tavaly, és a német gazdaság nagyon sok strukturális problémával küzd, ami nem csak mindenképpen ehhez a kormányhoz köthető, de nagyon sok ennek a kormánynak, a gazdaságpolitikának az eredménye. Vannak olyan globális általános trendek, mint az ellátási láncoknak a problémája, olyan általános európai trendek, mint a munkaerő hiány, a szakerő hiány, ezek ugye máshol is fellépnek. Vannak olyan kérdések, mint az atomenergiaműveknek a kérdése, a digitalizáció lassú implementációja, a infrastruktúra hanyatló állapot, a rossz internet, ezek mind utolsó évek problémái, nem igazán kezelték őket, amikor volt pénz, befektetéseket nem eszközöltek, viszont ez mind megtetőzi egy nagyon gazdaságellenes zöld gazdaságpolitika. Tudniuk kell, hogy a zöldeknek a volt társelnöke Robert Habeck gazdasági miniszter, és nem csak az atom energiák megszüntetése mellett teljes mértékben síkra szálltak, hanem olyan törvényeket is hoztak, ami teljesen gazdaságellenesek. Mondok egy példát, Németországban van egy úgynevezett fűtési törvény, új épületeknél nagy részben kötelező lesz a hőszivattyú beépítése. Most gondolják el, építenek itt Székesfehérváron egy házat, és a állam önöknek előírja, hogy csak hőszivattyú lehet benne. Elég érdekes, és volt még egy olyan ötlet is a zöldek körében, hogy régi épületekre is vonatkozzon ez a törvény, most január 1-től. Ezt szerencsére a szabaddemokraták meg tudták állítani, de olyan abszurd elképzelések voltak, hogy akár egy kis vidéki ingatlant át kell szerelni 26-ig hőszivattyúra. Most gondolják végig, valakinek van egy kis háza valahol Szászanhátban, ért el 80 000 eurót, és akkor építsen be 50 000 euró egy hőszivattyút. Teljesen utopikus elképzelés. És egyébként Magyarországot konkrétan érintő gazdaságpolitika döntés is született. Talán hallottak a Siemens turbinákról, ami Pakson szükséges. A német gazdasági miniszternek egy exportengedélyt kell adnia. Ezt az exportengedélyt nem adta meg ideológia alapon. Úgy mond, hogy az atom az rossz, egyébként Magyarország is rossz, és egyébként minden, ami atommal összefüggés, még valamilyen módon az oroszok kezésben az mind rossz, azaz elutasították, hát Magyarország ezt most máshonnan szerezte be. És ez a minta, ez sok más gazdaságpolitika döntésben is megjelenik egyébként. Igen, és akkor egy másik nagy témára terelném a szót, szerintem erről bizonyára hallottak, és sok vita tárgya, a migráció. Németországban ugye 2015-ben Angela Merkelék megfogalmaztak egy befogadás politikát, ami hát enyhén szóval nagyon rosszul sült el. Nagyon sok társadalmi frusztrációt okozott, nagyon sok szociális, lakhatási, közegészségügyi, oktatási, akár pénzügyi és munkaerőpiaci problémákat idézett elő, nem is beszélve a költségekről. Nagyon sok migráns érkezett Németországba, 2015 óta több mint 3 millió ember, és ebben nem számoltuk bele még az ukránokat, akik nagyjából 1,5 millióan vannak. Nagyon sok pénzbe kerül ez, és nagyon nehéz az embereket integrálni, és amikor tavaly
voltak ezek a borzalmas Hamász támadások Izraelben, akkor hirtelen megjelentek Németország szerte arabok az utcán, akik izraeli zászlókat égettek, és jutalmazták a Hamásznak a gyilkos tetteit, antiszemita rigmusokkal skandálva, hát ez a németeknek is már túl sok volt, és akkor ébredtek rá, hogy itt egy nagy probléma van. És azóta ez a kérdés tényleg a közéleti vitákban teljes mértékben és mindenhol az első helyen szerepel. Talán egy pár aspektust szeretnék bemutatni, hogy honnan jönnek egyébként a menekültek, és látszik az, hogy mindenféle országból érkeznek, de nagyon sokan persze Szíriából, Törökországból, Irákból, és természetesen Ukrajnából is. 1,1 millió ukrán menekült, ez a szám ez ugye mozog, ugyanis a menekültek számában is van némi mozgás, de ami nagyon fontos, hogy ezen felül, itt most még egy júliusi-augusztusi adat szerepel, augusztusig 204 ezer ember jött, de a decemberi adat az 325 ezer. Ezt talán tudni kell. És nyilvánvalóan a migrációs problémákról most sokat lehet beszélni, ezt nem szeretném annyira mélyíteni, mindannyian tudják szerintem, ha egy városban megváltozik a lakosság aránya, úgymond felülről történő döntés alapján, akkor az emberek a saját bőrükön érzik ezt, és nem csak a saját bőrükön érzik a hatásokat, hanem itt tényleg az a probléma, hogy ez most kicsit úgy hülyén hangzik, de kapacitásbeli problémák vannak Németországban. Szóval nem férnek már el azok az emberek. Tényleg nem férnek el. Számos polgármester, járási vezető a kormányoknak, tartományi kormányoknak, szövetségi kormánynak leveleket írt, tényleg segélykiáltásokat, nem tudják elhelyezni az embereket, mindig jönnek új emberek, és a szövetségi kormánykoalíció nem tud ez ellen mit tenni, nem akar ez ellen tenni, mert nem fér el a világképükben, hogy a migrációt valami módon korlátozni kellene, pedig a német társadalom ezt elvárja. 70-80% úgy látja, hogy a migráció az egy probléma, és itt kell egy trendforduló, és a zöldeknek a szavazói is enyhe többséggel ezt így látják egyébként, de a német kormány nem tesz semmit. Hoztak egy olyan törvénytervezetet, hogy az illegálisan tartózkodó migránsokat ki lehet toloncolni. Ez viszont úgy került megfogalmazásra, hogy az eddigi, ugye 325 ezer ember van, ebből nagyjából a 95%-át vissza kellene küldeni. Sikerült tavaly visszaküldeni 10 ezer embert, jött 325 ezer helyette, és most egy olyan törvényjavaslatot hoztak, amit meg is szavaztak, ami alapján dolgán 800-900 plusz embert lehet kitoloncolni. De ugye megint itt egy probléma van, ugye 800-900 ember kitoloncását nagy politikai eredményként tartják számon, holott ugye nem az a probléma, hogy 800 embert hogy megy vissza, hanem az, hogy a 325 ezer hogy ne jöjjön be. És itt egy óriási gond van, talán vannak, igen, itt vannak gyakorlatilag mérések is, hogy látják ezt a németek. Képes-e még Németország arra, hogy több menekültet fölvegyen? Nyugaton 60% mondja azt, hogy nem képes Németország, keleten 70% mondja azt, hogy nem lehet már, és már csak 20% mondja nyugaton, illetve 10% mondja keleten azt, hogy lehet még további menekülteket fölvenni, migránsokat felvenni. Ezek 2023-as adatok, azaz azóta ez még más irányba fordult. És egyébként a pártoknak a támogatói gyakorlatilag az AfD szavazók látják nagyjából, nagy részben, 95%-ban úgy, hogy túl keveset foglalkoznak a pártok a migráció okozta problémákkal, sőt, még a zöldek szavazói is többségében úgy látják, hogy a migráció egy probléma, és nem foglalkoztak ezzel. És ez most tényleg egy intő adat. A zöldek, akik mindig is úgymond refugees welcome, minden migráns be kell fogadni, még az ő szavazóik is úgy látják, hogy nem jó ez így, és itt is egy diszkrepancia van egyébként a szavazói attitűd, meg a képviselt pártnak a politikája között, a zöldek ezen nem akarnak változtatni. Mindjárt meg is mutatom, hogy miért. Ugyanis van egy honosítási törvény Németországban, ez egészen meglepő. Hát 5 év után bárki Németországban kaphat német állampolgárságot, 3 év után különleges, sikeres integráció esetében. Azaz, azok az emberek, akik 15-ben Németországba mentek, azok már jócskán német állampolgárok lehetnek most már. Nem kell semmit hozzá tenni, annyi, hogy az ember besétel, kérvényt ad, mond 3 szót németül, és megvan. 3 év után már állampolgárságot kaphattak, sikeres volt az integrációja. Most volt tavaly egy késeléses támadás, ahol a úriember, aki egyébként iraki, elmenekült Irakba, azaz nem Irakból menekült Németországba, hanem Németországból a rendőrség elől menekült Irakba, és ugye szabadságra. Visszament Németországba, letartóztatták a Müncheni reptéren, és kiderült, hogy ő éppen állampolgársági kérelmét folyamodott, ugyanis ő sikeresnek, integráltnak minősült, annak egy nagyon sok embert megerőszakolt, nőket támadott késsel, mert ő a foci csapatban játszott. Helyi foci csapatban játszott, ez a német bíróság számára
egy egyértelmű indikátor Németországban, jó integrálódott valaki a német társadalomba, és ez nagyon nagy vonulan látják. Németországban jelenleg 24 millió ember él, aki nem német, ebből a fele német állampolgár már, de további 12 millió nem német állampolgár, de jó nagy része német állampolgárságért folyamodhat. És ha levonjuk az évi 325 ezeret, aki az utolsó három évben jött, az 1 millió, az 11 millió jogosult a német állampolgárságra, és ez meg is fog történni. És ezek az emberek nem a konzervatív pártokra fognak szavazni. Ezt talán így el lehet mondani. Vannak ele különböző mérések. Most alakult Németországként egy muzulmán párt, ami már Hollandiában egyébként a parlamentben is Denkként parlamenti képviselete van. Ez egy nagy lépés. Ha most 10 millió új állampolgár valakiből durván mondjuk több mint a fele szavaz, akkor itt teljesen más politika térkép van Németországban. Talán még olyat is hozzá kell fűznünk, hogy le fogják csökkenteni, erre vannak már tervek, a szavazói korhatár 18-ról 16 évre. Azaz 16-ban számolnunk kell, 25-15, aki 2015-ben 6 éves kisgyerekként jött Németországban, az 25-ben már a német szövetségi kormány jövőjéről dönthet a szavazó cédulán. És talán, igen, a kicsoloncolási törvényt elmondtam, talán el kell még azt is mondani, hogy Németországban van egy úgynevezett polgári juttatás nevű juttatás, ez azt jelenti, hogy nem szociális segély, hanem 2023. január 1-e óta mindenkinek fizetendő úgynevezett Bürgergeld, azaz polgári pénz juttatás, és itt számos példa van arra, ezt javarészt ugye migrációs háttér rendelkezők veszik fel, itt vannak a számok, gyakorlatilag 2,4 millió veszi fel, aki úgymond külföldi, másfél millió német kapja csak. Azaz, hogy gyakorlatilag most nézzék meg a német számarányokat, több mint a fele migrációs háttér rendelkezik, aki ezt kapja, és kevesebb mint a fele német. És ez csak fokozódik, kiszámolták, hogy mondjuk egy rosszabb fizetés keret Németországban adók befizetése után kevesebbet ér, mint akár egy ilyen polgári juttatás. Főleg, ha még gyerekek is vannak, mert ugye egybe vonják a családi pótlékot, a családi pótlékot nagy mértékben növelték, és azt is hozzá kell mondani, hogy ugye kifizetik az embereknek a lakbérét, meg az energiaköltségét. És az energiaköltség ugye tetemesek, talán hallottak arról, hogy nagyon sok német Magyarországra költözik, Spanyolországban már régóta, de Magyarországra költözik. Ennek egy olyan egyszerű magyarázata van, és ez annyira megdöbbentő, mint félelmetes. A németeknek a 40%-ának van csak lakótulajdona. 60% bérel lakást. Most egy normális fizetése rendelkező ember, ha nyugdíjas lesz, nem tudja kifizetni a bérlakást. És nincs már annyi pénze, hogy vegyen magának egy házat, egy lakást, annyi pénze nincs, de talán még van annyi pénze, hogy Magyarországon, Tolna megyében valahol egy faluban vegyen egy kis házat. És így költöznek haza a németek, szerintem ez a tendencia csak növekedni fog, ahogy mennek fel az energiárak, ahogy mennek fel a bérletek. Igen. És akkor talán kicsit rátérnék a társadalompolitikai agendára is, ugyanis mondtam, hogy ez a progresszív koalíciónak hirdette meg magát ez a kormány. Ők nagyon sok mindent lehetővé akarnak tenni, ami fontos nekik. Volt már egy olyan döntés még a legelején, hogy az abortusz reklámozás tilalmát megszüntették. Ez azt jelenti, hogy lehet már hivatalosan plakátokon, újsághirdetésben abortusz reklámozni. Ez egészen meglepő, hogy ilyen lehetséges. De ez még a kisebb probléma, ugyanis szeptemberben megszavazták az úgynevezett önrendelkezési törvényt. Most ez jól hangzik, hogy önrendelkezés, milyen klassz dolog. De itt arról van igazán szó, hogy akár kiskorúk is megváltoztathatják úgymond bemondásra a nevüket. Azzal nincs már olyan, hogy transzexuális törvény, hogy operáció, szakértők, orvosok közösen döntek, nagykorúnak kell lenni, hanem ez már úgy működik, úgymond bemondásra havonta egyszer lehet ezt változtatni. És ha valakit úgymond az Otto, az most már nem Otto, hanem nem tudom, Wilhelminának nevezi magát, és Ottónak nevezem, akkor én vagyok büntethető, mert ugye én őt megsértettem. A Bundestagban volt egy ilyen jelenet, van itt a Markus Ganser nevezetű úriember, én most úriembernek mondom, ő női ruhában járkál, most éppen itt nem azonban van, nem abban van. Markus Herr Ganserernek nevezte az egyik képviselő, és az a képviselő az 1000 euró bírságot kapott a parlament elnökétől, hogy megsértette Frau Ganserert, aki most már nő akar lenni. És most önök evetnek és mosolyognak, de a németek ezt nagyon komolyan gondolják. És az a szomorú, hogy itt a konzervatív pártok se képesek nagyon hangzatosan ezzel nem felszólni. Talán még az AfD, de a CDU talán nem ért ezzel egyet, de annyira nem mer fellépni, mert úgy látja, hogy ez a társadalmi progresszió jegyében történő döntés. Ha ők felszólnak ellene, akkor ők úgymond ilyen ómódúnak tűnhetnek, azaz inkább nem szólnak semmit. Talán el kell mondani, hogy maga Angela Merkel tette lehetővé
azt a törvényt, ahol ugye kimondta 2017-ben, hogy bárki köthet házasságot. Azaz gyakorlatilag mindenki mindenkivel, teljes jogú házasság, férfi a férfival, sőt a német, na, hogy hívják ezt, anyakönyvvezetésnél kettő mező volt régebben, férfi meg nő, és ez 18-ban megváltozott, férfi, nő, és van egy harmadik pontocska, az ki lehet pontozni. Azaz mindenki beírja, hogy minden gondolja magát. És ez most nem vicc, ez tényleg így van. Én is láttam ilyet, mindent lehet. Csillámpóni, zongora, traktor, mindegy. Na. Család. A német családpolitika az más. Még a konzervatív pártok sem merik kimondani, hogy a család az egy férfi, egy nő, egy apa meg egy anya és gyerekek, hanem a család fogalma még a uniópártoknál is az új alapprogram úgy került meghatározni, hogy felelősség, közösség az az ott, ahol emberek egymásért felelnek. Hát ezek szerint a munkahely is egy család, mert ott is egymásért felelünk, sőt, ha közösen utazunk valakivel a székesfehérvári vonattal, és együtt ülünk a kabinban, az is valamilyen módon a felelősség, sőt, mindenki más. Szóval itt a család fogalma teljesen ki lett gyakorlatilag marginalizálódott. Az abortuszról meséltem, gyakorlatilag most már szabad az abortuszt reklámozni, és nagyon valószínű, hogy még ebben a ciklusban a zöldek beadnak egy törvénytervezetet, hogy az abortuszt teljesen legalizálják, azaz semmilyen visszatartó erő, semmilyen törvényi rendelkezés nem lesz már, ami az abortusz ellen szól. És április 1-től, 2020. április 1-től kannabis legalizáció történik, azaz bárki marihuánát vásárolhat, havonta 50 grammig, fogyasztása megengedett, és aztán, hogy kiskorúak is 16 évtől lehet már fogyasztani. Ez egy olyan kérdés volt, amiben meglepő módon nagy egyetértés volt a kormánykoalícióban, ezt még a liberálisok is támogatták teljes messzélességgel. Ez olyan pont, amiben egység van a kormánykoalíció között. Valószínűleg ezért is hozták ezt gyorsan meg, mert egyébként sok vita van, de itt egyetértenek. És akkor talán még egy mondatot mondanék még a közjogról, ez most nem szerepel szlájdként, de beszéltem ugye az állampolgársági törvényről, itt van, honosítási törvény, beszéltem arról, hogy kitoloncolásokat hogy akarják lehetővé tenni, hogy nem, beszéltem a migráció kihívásairól, meg arról, hogy valószínűleg sok új állampolgár jelenik majd meg az urnáknál 2025-ben, de egy dolgot elfelejtettem mondani, mert szerintem releváns, Németország választási reformot hoztak tavaly márciusban. És a választási reform az olyan volt, hogy kettő ellenzéki párt gyakorlatilag instant módon kirepül a Bundestagból. A bal párt meg a CSU. Ha Magyarország hozott volna ilyen törvényt, akkor már szerintem bevonultak volna egyesek, a Európai Bizottság bizonyára vizsgálódna, és ezek nem az én szavaim, hanem az akkori CDU főtitkárnak a szavai. Egészen brutális választási reformot hoztak, ezt most nem szeretném részletezni, de gyakorlatilag nagyon könnyen meg lehet, hogy a CSU, aki 74 éve Magyarországban egy nagyon erős, domináns párt, ez a CSU kiesik a parlamentből, adminisztratív eszközök révén történhet ez. Most adminisztratív eszközzel a politika ellenfelt el lehetetlíteni, erre szerintem nekünk vannak itt sötét történelmi emlékeink. Egészen borzalmas, most ezt mind összevesszük, hogy a 16 évesek is szavaznak, új állampolgárok szavaznak. A CSU be se kerül, akkor még a legrosszabb közvéleménykutatási adatok mellett is még sikerül esetleg hatalmon belül maradni. Ez itt a helyzet. És akkor már a végén már nem akarok sok szót mondani, mert lejár lassan az időm, de talán még a médiáról is, hogy az egészet kicsit úgy kontextusba helyezzem. Ugye amikor nézik a német médiában történő beszámolókat Magyarországról, vagy tudósítás Magyarországról, akkor mindig azt tűnik fel, hogy hát nagyon negatív a kép. Tavaly előtt megkérdezték a közszolgálati médiában dolgozóknak, a fiatal dolgozóknak a párt szimpátiáit. Hát ez jött ki. 60% zöld, 23% kommunista, 11% szociáldemokrata, CDU 2, liberális 1. Na most, ezek alapján én azon csodálkozom, hogy csak 85% negatív Magyarországról a tudósításoknak, és nem 98%. És ha megnézik, hogy innen jön gyakorlatilag a német, a mainstream médiának a java része, akkor semmin se lepődjenek meg. És talán szemléltettem az előző példák, a migráció, energiakérdések, szemléltettem az ukrán háborúval, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos pozíciókat illetően, hogy viszont a német társadalom nem így gondolkodik. Viszont a média, a közvélemény, a közélet, a politika elit, az akadémia elit viszont egy olyan agendát próbál megvalósítani, ami a saját lakosság támogatását már nem bírja. És az, aki ezzel ellen a legintenzívebben felszólal, az egyébként az Alternative für Deutschland.
és most olyan dolgokkal szeretném önöket traktálni, és elnézést kérek ezért a szavakért, most olyan szavakat használok, hogy Magyarországon nem létezik. Ugye előbb mondtam a diskurzus szűkületet, egy borzalmas szó, ez Németországban egy aktív mindennapi jelenség, bizonyos dolgokról nem illik beszélni, nem lehet erről beszélni, tabu. Azaz például, hogy nem kéne Ukrajnába mondjuk ennyi pénzt küldeni, ez egy tabu, ez egy szélsőjobboldali pozíció Németországban, nem szabad ilyet mondani. Pedig egyből mindenkinek a náci múlt jut eszébe, és erről nem lehet vitatkozni. Van itt egy ilyen grafika, ez az úgynevezett kontaktbűn. Guilt by association, ez ugye az identitáspolitika Amerikába jövő tendencia, kontaktsúly, ez azt jelenti, hogy ha szóba állok valaki olyannal, aki úgymond a diszkurzuson kívül van, magyar, hogy AFD-s, akkor én is fertőzött vagyok. Azaz a megfogta kezét, jaj, mit csináltál, kezet fogtál egy AFD szavazóval? És kék lett a keze, ő teljesen gyakorlatilag le van írva. És ami nagyon meglepő, talán fontos ezt a közvéleménykutatási adatot behozni, 2021-ben megkérdezték, a Allensbach közvéleménykutató megkérdezte a németeket, hogy hogy vélekedik. Németországban szabadon lehet mondani a véleményt, bármiről. Hát régebben mindig úgy volt, hogy azért 1953-tól indulóan 80, 70, 78, 72, általában az emberek azt mondják, hát persze, hát vélemény, nyilván itt a szabadsága van Németországban, csak nagyon kevés gondolta, hogy nem lehet ezt tenni. 21-ben megfordult, majdnem, hogy megfordult a kocka, 45% látja úgy, hogy szabadon mondhatja a véleményét, 44% úgy gondolja, hogy ezt nem teheti már meg. És amikor megkérdezik, hogy melyik azok a témák, ahol úgy gondolja, hogy nem lehet megszólalni, ott elsősorban a migrációt jelentették az emberek, az iszlám kérdéskörét, antirasszizmus, feminizmus, rasszizmus kérdésköre, ezek nagyon veszélyes témák, és ugye még nem beszélünk itt az ukrán háborúról. Ez akkor még sehol se volt. És ez is hozzájön. És a közszolgáltatásokba vetett bizalom, beszéltem ugye a gazdasági krízisekről, a digitalizáció hiányáról, a Covid, azt nem beszéltem, erről nem beszéltem, de a Covid óta lelassult a döntéshozatal, nagyon sokan úgy vélik, hogy az állam nem tudja elvégezni a feladatokat. Az oltások során azt látták a németek, hogy katasztrofálisan lassan haladt, nagyon sokáig bezárva tartották a lakosságot, és egy nagyon nagy frusztráció alakult ki egyébként. És itt megjelenik, hogy egyetért az állam megfelelően látja el a feladatait. És még az elején, a Covid-válság elején, amikor nagyon határozott fellépést tanúsítottak a kormányok, a tartományi szövetségi kormányok, akkor még 50% úgy látta, hogy igen, az azért úgy jó. Manapság ez lecsökkent 30-ra, 28%-ra. Keleten még kisebb az aránya, csak 21% látja keleten, hogy az állam képes ellátni az alapvető feladatát. Ez egy nagyon-nagyon rossz adat. Ilyen adatot egyébként a közvéleménykutatók afrikai országból mérnek. Vagy gyakorlatilag banánköztársaság, most bocsánat, ezt így mondom, ilyen adat Németországban még sose volt. És ezt lehet még társítani sok más adattal, nem akarom őket fárasztani, ez egy nagyon, nagyon érdekes és elszomorító adat, és innen ered egyébként a társadalmi frusztráció, ami a migrációban tetten érhető, az energiakrízisben tetten érhető, Covid mentén abszolút tetten érhető, csodálkozni fognak, ez még mindig egy téma, még mindig vannak bizonyos Covid utóhatások, nagyon sokan távmunkában vannak, döntéshozata lelassult, és nagyon sok gazdasági egység még nem állt úgy talpra, ahogy egyébként illett volna ennyi év után, most már hány év ez? 4 év után. Szóval itt nagy kihívások voltak, és általában a lakosságnak a rosszabbul kereső része szenvedte ezt nagyon, nagyon csúnyán meg. A választási rendszert ugye elmondtam, a választási reformot, ez szerintem, igen, ez most egy kicsit előre szaladtam, ez korábban kellett volna. És a költségvetésre egy mondatot mondanék, Németországban ilyen még nem volt, de gyakorlatilag a költségvetést decemberig nem tudták meghozni, ugyanis az a költségvetés, amit benyújtott a közlekedés lámpakoalíció, az Alkotmánybíróság megsemmisítette 2023. novemberében. Németország úgy tartott 21 elején, nem volt költségvetése, ilyen még így nem volt ebben a formában. 60 milliárdos lyukat kellett betömni, nagyon sok adhok intézkedést hoztak. Többek közt ugye hallottak bizonyára ezekről a traktoros tüntetésekről, itt ugye arról volt szó, hogy a gazdáknak adandó agrárdízel támogatást, ami 21 cent per liter megvonja a kormány, összességében durván 300 millió euróról beszélünk, nem egy nagy összeg, de még ez a pénz is kellett. És az agrárdízel megvonása körüli kibontakozott vita, a gazdák tüntetése rávilágított arra, hogy sok más probléma van, ez csak a jéghegy csúcsa. Szerintem 300 millió euró, 200 ezer gazdának Németországon nem egzisztenciális, de akkor rávilágított arra, hogy mindenre van pénz, háború, fegyverkezés, migráció, klíma, antiatom, mindenre van pénz, de gyakorlatilag, és egyébként
még arra is van pénz, hogy egyébként a migránshajókat finanszírozza a német szövetségi kormánya földközi tengeren, ezt talán még a migrációhoz hozzá kéne mondani, de a saját lakosságra nincs pénz. És ez volt itt a nagy életérzés, ami a németekben megjelent, és gyakorlatilag az utcára vonultak. És nagyjából, igen, rossz mutatókkal bír a jelzőlámpakolcs, az AfD emelkedik, talán legújabb közvéleménykutatásokat elhoztam, az ugyanis itt van, így van, ez gyakorlatilag tegnap előtt így van. 30%-án a CDU-CSU pártszövetség, ez viszonylag nem olyan rossz, de nem is olyan jó. 19%-on az AfD, a szociáldemokraták meg a zöldek együtt 29, és a 3%-os FDP-vel, akik kormány éppen, hogy 33%-ot érnek el, nincs többségük. Gyakorlatilag egy ötpárti parlament lenne, ahol nagyon nehéz többségeket alkotni. Akármennyire megnyerni a CDU választást, az AfD-vel nem akar, vagy nem szabad kormányoznia, holott van egy polgári többség Németországban, és marad gyakorlatilag az a nehéz döntés, hogy a szociáldemokratákkal vagy a zöldekkel kormányozzon, mindegyiknek megvan a sármia, a problémája, a kihívása. Van egy ilyen általános anti-zöld feeling a német társadalomban, ez a CDU-nás megjelent, amikor Hessenben a viszonylag sikeres fekete-zöld kormánykoalíció most többséget szerzett megint, akkor Boris Rhein, hesseni miniszterelnök októberben úgy döntött, hogy nem a zöldekkel, hanem inkább a szociáldemokratákkal kormányoz tovább, mert a zöldeknek az elutasítottsága egyre csak nő. És fontos még egy egészen aktuális adat, tegnap volt Berlinben egy részleges választás, most gondolják, hogy mi az, hogy részleges választás. Az történt, hogy a 2021-es töltelmi szövetségi parlamenti választásnak a részbeni megismétlését rendelt el az Alkotmánybíróság, ugyanis olyan dolgok történtek, hogy rossz körzetekben osztottak szavazó cédulákat, olyanok is szavazhattak, akik nem jogosultak, halottak is szavazhattak, más helyütt kifogytak a szavazó cédulák, kézzel megmódosították az eredményeket, megsatszolták az eredményeket, szóval gyakorlatilag minden banánköztársaság megszégyenítette, ami ott történt. A tartományi választás Berlinben egyébként komplett meg kellett ismételni, tavaly februárban ott a CDU nyert, és most a szövetségi parlamenti választás is meg kellett ismételni, és azokon a helyeken, ahol ismétlés volt, és ez most egy nagy mintavételű közvélemény kutatás, durván 400 ezer ember szavazott. Látszik, hogy gyakorlatilag a CDU nagyon erősen erősödött, 7%, az AfD is 6%-kal erősödött, holott városi terepen nehéz helyzetben van, a szociáldemokraták csúnyán veszítettek, a szabaddemokraták csúnyán veszítettek, látják, előtte volt neki 9,1, most már csak 3,3, azaz harmadra visszazsugorodtak. És a zöldek meglepő módon, mondtam olyat, hogy a zöldek nagyon elutasítottak, a zöldek meglepő módon alig gyengültek, sőt egy kicsit erősödtek is. Talán ez még a német pártpolitika egyik paradoxona, hogy hogy lehet az, hogy a zöldek alig veszítenek. Szerintem erre van egy egyszerű magyarázat, a zöldek egy nagyon ideologizált párt, és a baloldali tábornak ez a nukleusza. Gyakorlatilag ami még marad, az a zöldek körül csoportosodik. És minden jobban összezsugorodik a baloldal, annál inkább relatíve nagy erőt képviselnek a zöldek, mert ők maradnak még stabilan. A többi nagyon durván veszít, a szociáldemokraták, balpárt, liberálisok, de a zöldek mindig meg fognak maradni, mert ők egy nagyon anti párt, nagyon erősen megfogalmaznak antitéziseket, úgy, mint az AfD-k egy jobb oldalon, úgy látná a zöldeket a politika spektrum bal oldalán. Kedves nézőink, a Köztérben a német kormány két éves teljesítményéről hallhattak előadást. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.